1859-ben épített népi stílusú gálféleszélmalom. A malmot helybeli téglából építette Gál Ferenc egy téglafallal. A város egyik legértékesebb műemléke az 1859-ben épített népi stílusú gál-gálszabóné-deákné féleszélmalom. A malmot helybeli téglából építette Gál Ferenc egy téglafallal, bástyával körbekerített, dombszerű emelkedésen, hogy vitorlái jobban kihasználják a szelek energiáját. Az épület forgó tetőrészsel és négy színlapáttal készült tornyos vagy holland típusú szélmalom, amely a 17. századtól terjedt el hazánkban. Az ablakokkal áttört falu, szépen rendbehozott szélmalomban 1949-ig folyt a munka, búzát őröltek, és szemes terményeket is daráltak. Utolsó működtetője Barna István volt. Az államosítás után kalapácsos darálót üzemeltettek az épület földszintjén. A városban régen 60 malom működött, közülük 11 volt szélmalom. Mára csak ez maradt fent. Belső berendezése éppen maradt. Hat szinten lehet megtekinteni a technika történeti szempontból is egyedülálló szerkezetet. Az első szinten az örlendők átvételének, illetve kiadásának a helye volt. Itt kapott helyet a felhordó szerkezet, az emelőszánkó és egy hasábszita. A második szint a lisztes pad, a daráló kiadó része és a malomkövek távolságát szabályozó szerkezet szintje. A harmadik szint a két malomkőjárat és a kőemelő eszközhelye, itt történt maga az örlés. A negyedik szint. Itt találhatók a malom legfontosabb mechanikai berendezései, a fő vagy úgynevezett királytengely, a sebeskerék és két darab kisorsó. Az ötödik szinten a királytengely átmenő szakasza és az ácsműhely található. A hatodik szint a vitorlaszárnyak energiáját a malomkövekhez közvetítő berendezések helyezkednek el itt. A szeles tengő, az úgynevezett nagy bálvány, a fogaskerekek és orsók, a tetőt széliányba fordító, a fal síkján körbefutó fogasléc.